Nemrég befejeződött az Elek Gyula Aréna komplex energetikai korszerűsítése. A projekt a Széchenyi 2020 terv keretében kiírt pályázaton elnyert 300 millió forintos támogatásból valósult meg. A kivitelezésben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt a Ferencvárosi Torna Klub segítségére. Ma az történt, hogy az Elek Gyula Arénában egy energetikai fejlesztést adtunk át, ami az elmúlt hónapokban, idén januárban kezdődött a projekt, és most novemberben sikerült átadnunk. Határidőre, az összegen belül, minden elszámolva, tehát azt gondolom, hogy a projekt munka része is olajozottan és jól zajlott. Maga az, hogy milyen haszna volt ennek, vagy ennek mi volt az indoka, az, hogy ezt a csarnokot kb. 310 utánpótláskorú kézilabdázó használja, itt fiúk, lányok vegyesen, és a két felnőtt csapatom ugye itt játssza a bajnoki mérkőzéseit és végez edzéseket, tehát azt gondolom, hogy nekik ez munkahely. Tehát nekünk, amikor kijövünk a meccsre, egy szórakozás, vagy izgulunk, szorítunk, de nekik ez egy mindennapos munkahely. Ezért az ő munkahelyüknek a körülményeit illik az ő színvonalukhoz emelni. Tehát a világszintű kézlabda megérdemel egy világszintű otthont. Ennek a projektnek az átadása zajlott ma, és nagy örömmel vettem ezen részt, hiszen egy újabb olyan lépést tettünk, hogy a Ferencváros Népligeti Sporttelepén meglévő és mindennapos használatban lévő termeket, csarnokokat újítunk föl, ahogy csak tudjuk, és remélem, hogy nem ez volt az utolsó. A projekt mostani célja az a korábban már felújított csarnoknak az energetikai korszerűsítése volt, ami együtt járt a szigetelés cseréjével, a szellőzőrendszer cseréjével, és alapvetően a külső szigeteléshez kapcsolódóan a kazán felújítást is beleérthető. Ez a csarnok jelen pillanatban a világszínvonalat képviseli kézilabda és kosárlabda csarnok tekintetében. Ez azt jelenti, hogy nem csak az építészeti modern előírásoknak felel meg, hanem gyakorlatilag a szurkolói és sportolói igényeknek is. Az Elek Gyula Aréna jelenlegi állapotában a várakozások szerint évekig szolgálhatja magas színvonalon a benne dolgozó sportolókat és a mérkőzésekre érkező szurkolókat. Megjelent a Ferencvárosi Torna Klub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér, e két szín mindennél többet ér.